Fanny Ardant, Kismari. Jeremy Irons, Végvári Tamás. Mindörökké Kállász. További magyar hangok. Pásztor Erzsi. Dányi Krisztián, Dolmány Attila. Gruber Hugo. Kérjük az Air France 453-as bukaresti járatának utasait, fáradjanak a hetes kapuhoz. Hamarosan megkezdjük a beszállást. Mr. Kelly! Hol vannak? Kik hol vannak? Hol vannak a rémálmok? A rémálmok? Valószínűleg még ágyban vannak. Azt hittük, egy géppel jönnek. Jeleztem, hogy egyedül érkezem. Azt hittük, hogy elterelő manővel. Hát, szóval lépre mentek. Monsieur Kelly, pourquoi vous amenez ce groupe à Paris? Parce que Paris adore les stars. Mistenget, Piaf, Chevalier. Piaf nem vizelte le a közönségét. Én nem így hallottam. Chevalier nem mutogatta a pucér fenekét. Ó, hála a jó Istennek! Nem érzi úgy, hogy ez visszalépés? Mire gondol? Azok után, hogy Nureyevet, Fontaine-t, Menuhint és Madame Kállászt képviselte. Bob Dylant és a Stones se hagyja ki. Vegyék észre, hogy 1977-et írunk. A mai srácoknak olyan együttesek kellenek, mint a rémálmok. Felkeresi Madame Kállászt, amíg Párizsban van? Talán. Ön menedzselte a legutolsó japán turnéját, ugye? Így van. Ami katasztrófa volt. A Titanic volt katasztrófa, baj van az arányérzékével. De hagyjuk Maria Callast, azért vagyunk itt, hogy a rémálmokról beszéljünk. Remélem a szerdai koncertről is tudósítanak majd. Viszontlátásra a Gardi Nornát. Ezek szerint hajóba jönnek? Igen, egyetlen légitársaság sem volt hajlandó szállítani őket. Ennyi volt, köszönöm uraim. Legyen kedves, állj egy ilyen! Viszont eljelentették, hogy nem fáradt még bele? Mibe? A süketelésbe. A reklám nem süketelés. Maga berreg? Hogy én? Inkább ez. Egy helyes fiúnál se láttam ilyet. Sajnos nem hallom, ahogy flörtöl. Larry Kelly. Tudom én. Larry, ne haragudj, hogy késte. Semmi baj, mi jöttünk korán. Már lerendeztük a sajtót, úgyhogy minden rendben. Hogy utaztál? Remekül. Hogy mennek a jegyek? Mind elfogyott. Helyes. És mik a rossz hírek? Gondok vannak a hangosítással. Mondd le a holnapesti vasorát Rokkóval. Mi a baj a hangosítással? Jó. Rendben. Szólj Annie-nek, hogy hívja fel Philip Pope-ot Londonban. 10 perc alatt helyre pofozta a Wembley-t. Fényképezte Ennio Guarnieri. Innen is hallom magát. Tessék! Azt az izét. Tisztán hallom. Marhaság. Utálja a nagy autókat, igaz? Hát, attól függ, mi történik bennük. Elvigyelek? Miért is ne? A forgatókönyvet írta Martin Sherman és Franco Zeffirelli. A filmet rendezte Franco Zeffirelli. Azt elfelejtetted közölni, hogy a hatodikon laksz. Na hát, tényleg? Te festetted? Igen. Jövő héten kint lesznek egy nemzetközi kiállításon. Aztán, ha minden igaz, lesz egy saját kiállításom egy Tel Avivi műteremben. Aztán talán Cape Townban is, ahol születtem. Lenyűgöztelek?
Alakul. Maria. Szükségem van rá. Amikor hazajövök. Atyaisten. Ugye véletlenül sem vagy Kallas imitátor? Nem jellemző. Már nem láttam színpadon. Amit nagyon sajnálok. Minden okod megvan rá. Amikor megműtötték a fülemet, a műtét után az anyám becsempészett egy kis magnót a kórterembe. Azt akarta, hogy az első hang, amit hallok, hogy is mondjam, legyen valami éteri. Földön túli szépség. Kallas. Kallas. Szervezel még neki koncerteket? Nem. Tönkrement a hangja. De vannak terveim vele. Most viszont mennem kell. Itt hagyjam a névjegykártyám. Kell a fenének. Jó. Te tudod. Vacsorázunk holnap este? Randira hívsz? Miért az derogál neked? 9-re, érted, jövök. 8-ra. Jól van, 8-ra. De késni fogok. Elég, elég, elég! Hé! Ez tök siker! Álljatok le! Filip, a 9-es bedöglött, meg se nyikkan! A 9-es bedöglött, csak sistereg valami! Főd, Lészi, egy kávét! Már is, Larry! Ide tudsz jönni? Most nem! Várj egy kicsit! Honnan fogják hallani az ütemet, ha nem sikerül ezt beüzemelni? A plédeken minden rendben? Igen. Csalunk? Ennyi. Sarah! Felvételről megy a vokál. Azt hittem, élő koncert lesz. Ne piszkálj! Tudod, hogy minden együttes ezt csinálja. Mit keresel itt? Egy magazin felkért, hogy írjak cikket a kéjálmokról. Rémálmok. Adtam rá engedélyt? Adtál. Meglep, hogy a szennylapodat érdekli. A zenéjük nem érdekel, felfordult tőle a gyomrom. De a bűnlastromuk szenzációs. Nagyon népszerűek és egy vagyont keresnek. Nem vagy túl éltes ahhoz, hogy punkbandákról cikkez? Te sem vagy már éppen mai csirke, ha nem tűnt volna fel. Szépek, nekem hoztam. Nem fogadta el. Mi? A szobalány nyilván észrevette, hogy tőled van, és visszaküldte. Ez a kebel barátnőd. Azzal az üzenettel, hogy Madame Kallas az égei tengere hajózik. Besetette a lábát Görögországba, mióta Onassis meghalt. Velem is ezt csinálja, 4 ebédet mondott le. Hónapok óta nem láttam. A barátság nincs a repertoárjában. Van tüzed? Brandon, adj neki tüzet. Mit izgatod magad egy bukott sztár miatt? Nem mert őt így nevezni. Nyújtsd a karod. Tessék? A karod. Ja, persze. Te jó Isten. Azt hittem, ez csak a zenészek közdívi. Micsoda? Hogy belövik magukat. Ez vitamin, Sarah. Hívd előtt még egyszer. Rendben. Nagyon ráértek. Ne dobd ki a csokrot. A koncert végén felhajítjuk a színpadra. Bruna az? A szobalány. Bruna, itt Larry. Bruna, legyen szíves, adja Madame Kallast. Bruna, csak azt szeretné... Ne, szentség itt! Bukott sztár! Hallottad énekelni? Más korosztály vagyunk. Tacskókkal vagyok körülvéve. Miért mindig tacskókat veszek fel? Ó, ezt már más is kérdezte. Persze, ez is engem igazol. Miben? Abban, amit gondolok. Mit gondolsz? Most nem részletezem. Bukott sztár. A világ legnagyobb operaénekesnője, ezért kirúghatnálak. Ki is fogom. Ki vagy rúgva. Igazad van, Sarah. Teljesen igazad van. Hagyd a virágokat, hagyd a telefont, meglátogatom. Mondtam én ilyet? Nem, de gondoltad. Brandon, hozd a kocsit.
Signor Larry. Bruna, szólj neki, hogy itt vagyok. No, la signora non è no, in casa. No, signora è in casa, lo so. No, 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 no. Bugiarda. No, sono bugiarda. Maria. Oh, Maria. Signor Larry, sì. Maria. Bruna, chi è? Signor Larry. Signor Larry. Bruna, non ci sono più nessuno, eh? Mit képzelsz magadról? Hogy merészelsz így betörni a házamba? Napok óta próbálok elérni. Ferruccio, vezesd ki ezt az urat, kérlek. Csak beszélni szeretnék vele. Legyen szíves távozni. Beszélni szeretnék vele. De ő Kallassza. Nem akar beszélni magával. Kérem, nem értesz így szóval. Ferruccio, csak vegyen le róla a kezét. Elég ebből. Sajnálom, Ferruccio. Semmi baj, életben marad. Nocsak, nocsak. Erőszak. Ha egy hölgy azt mondja, nincs otthon, az azt jelenti, hogy nincs otthon. De Maria, te itthon vagy? Csak ha úgy vesszük, ahogy mondani szokás. Ah. Nos, ha úgy vesszük, én is csak véletlenül jártam erre. Senki se jár véletlenül Maria Callasnál. Vagy látogatóba jönnek, vagy sehogy. Mit akarsz tőlem? Csak be akartam köszönni. Rendben. Köszöntél. Most viszlát. És volna számodra egy ajánlatom. Egy újabb ajánlat? Japán után? Japán nem az én ötletem volt. Akkor mégis kinek az ötlete volt? Az enyém? Igen, ha már itt tartunk. Mint tudjuk, ez a végeredmény szempontjából már mellékes. Megtörtént. Japán megtörtént. Ez épp elég. Tessék, Japán. Ezzel emlékeztetem magam. Emlékezteted mire? Hogy többé ne tegyem a lábam színpadra. Bármennyire is rossz véleménnyel voltál a hangodról, a közönség állva tapsolt. Az se tűnne fel nekik, ha ugatnék. Aminek bizony nem sok híja volt. Szóval, rá akarsz venni, hogy valami más módon csináljak bolondot magamból. Csatlakozzak mondjuk egy kínai cirkuszhoz esetleg, mutogassam a hátsómat? Én is olvasok újságot. Az csak csinnadratta. Amit viszont neked ajánlok, az komoly, mi több forradalmi. Ne fáradj magad, túl késő, már nem vagyok a piacon. Beszéljünk valami másról. Mesélj inkább magadról. Ne. Mikor csaptál fel hippinek? Ne játszadozz. Fáradtnak tűnsz. Nem, jól vagyok. Eleget eszel. Eleget eszem. Nincs, aki gondodat viseljen. Nincs szükségem rá, hogy pátyolgassanak. Neked egy rendes fiú kéne, ki tudod? Tudja. Románcalátok talán. Végre plecska. Hallom a részleteket. Bruna! Azt hittem, ki akarsz ebrudalni. Úgy is van, majd később. Bruna! Porta del te per Mr. Larry, per favore. Ah, sì, subito, subito, sì. És kiderült, hogy művész. Festő. Hogy hívják? Nem tudom. De azt tudom, hogy hallássérült. Ez mit jelent? Elég rosszul hall, vagyis kicsit sükkült. Legalább nem kell téged hallgatnia. Ha már itt tartunk, téged hallgat, gyűjti a lemezeidet. Hallja őket? Igen, van olyan izéje. Egy ilyen... Nem, egy apró szerkentyű, amit ide raknak be, de nem látszik. Akkor biztos helyes fiú. Az? Bravo. Mit művelnek ezek odafent? Nem gyakorolsz? Mit gyakoroljak? Az éneklést. Elvégre opera énekes vagy, az istenét. Megmondtam, nem akarok többé énekelni. Süket vagy, mint a barátod?
Maria, a négy fal között akarsz vegetálni? Itt egy új nemzedék, aki még sose látott. Elszalasztották az esélyt. Miért nem az nekik még egy esélyt? Ugyan kérlek, hagyjuk már ezt az esélymaszlagot. Ikarosz talán kapott még egy esélyt? Nem, de... Nem. Túl közel szállt a naphoz, és placs, vízbe pocsant. És ha Ikarosz mesterséges szárnyakat kapott volna? Ezt hogy érted? A világ változik, Maria. Illő változnunk vele. Használjuk a technika vívmányait. Kallas mindörökké. Hangzatos cím. Arra gondoltam, hogy lefilmezlek, amint a leghíresebb szerepeidet énekled, és a hangot a régi lemezeidről keverem rá, amikor még csúcsformában voltál. Ez technikailag abszolút megoldható. Mindent leírtam ide. Tégy egy szívességet. Jó? Lefekvés előtt. Olvasd el, és mondd el, hogy mit gondolsz. Most már tudom. Tudom, miért tűnsz olyan másnak. Ugyan már. Fested a hajad. Maria, ne tereld el a... Kallas mindörökké, meg akarsz alázni? Kallas nem létezik. Te jó szagú úristen. Végeztem Maria Kallasszal. És kérlek, hagyj békén, kismillió dolgom van, hamarosan elutazom. Holnap Szicíliába megyek, aztán Görögországba. Bruna, levalicesz uno fatte? Utána valószínűleg Egyiptomba utazom, újra látni akarom a piramisokat. Tényleg? E non dimenticarti di niente, ti prego. Még mindig itt vagy? Mi a csodára vársz? Azt hiszed, még mindig pénzt lehet belőlem csinálni? Nincs nekem időm piócákra. Tudnám, hogy mit keresek itt. Holnap fellép az együttesem. Lehet, hogy csirkefejet zabálnak a színpadon, de ők legalább profik. Azok profik? Lehugyozzák a közönséget. Ugyan, Maria. Nem számít, milyen rég találkoztunk, egy jottányit sem változtál. Még mindig egy hülye konok tehén vagy. Hogy merészelsz így beszélni velem? Takarodj! Nem legyen. Ne merd még egyszer betenni ide a lábad! Attól ne félj! Hallasz engem! Non voglio mai più rivederti! A rémálmok Amerikából akar jégkrémet hozatni. Jó, intézkedj. De hová küldjük? Ezt meg hogy érted? A Ritzből kidobták őket, szétvertek négy lakosztályt és egy bódét. Tényleg? Jól tették. A rockstarok könnyű esetek, nekem elhiheted. A dívákhoz képest fenékig telj fel velük az élet. Halló? Maria? Egy kis bort. Remek ötlet. Milyen volt az omlett? Helyes. Nem számítottam rá, hogy egyedül leszem. Azt hittem, kimozdulunk. Nem, én nem mozdulok ki. Nem olyan nagy élvezet. És a friss levegő? A napfény? Párizsban vagy a világ legszebb városában? Mi a város? Csak egy hely. Nem az otthonom. Jaj, ne nevettes, Maria. Párizs az otthonod, hiszen már 20 éve itt élsz. Nekem nincs otthonom. Hosszú évekig éltem Olaszországban, és Görögországban, és Amerikában. Azt hiszed, kötődtem valaha is egyetlen helyhez vagy országhoz? Egy nyelvet sem beszélek tökéletesen. Nem tudom, ki vagyok. Megszülettem, mint Maria Kalogeropulu. És most Maria Kallas vagyok. Vagy talán egyik sem. Csak lebegek. Lebilincselő Csehov interpretációt hallhattunk, köszönöm. De mi lenne, ha most ide lebegnél és leülnél enni valamit? Az étel hidegen hagy. Azt mire szeded? Erre meg arra. Mit számít az? Semmi okom nem volt. Az égvilágon semmi. Hogy kilépjek a házból, mióta meghalt. Szebb keretet érdemelne. Gyönyörű férfi, ugye? Gyönyörű? Onassis? Volt rajta szemüveg, amikor ránéztél? Én láttam a szépségét, ő nem. Mrs. Kennedy. Sosem értette őt meg. Te sem értetted őt soha, Maria. Egy patkány volt, ezt te is tudod. Rabszolgává tett azon az idióta hajón. A napon heverésztél ahelyett, hogy gyakoroltál volna. Elvesztetted a hangod.
és a barátaidat emiatt a... Ne veszekedjünk, nincs hozzá energiám. Sara, pucér vagyok a szentségét. Beszélnem kell veled, Larry. Az újságírók nem kopognak? Nem jellemző. Mit akarsz? Mindössze 5 percet. Később. És csak ha a tegnapi koncertről van szó. Remekeltek, nem? Ha értékeled az öncsonkítást. Most komolyabb ügyben jöttem. A masszázs is komoly ügy. Máriáról akarok beszélni, segítségre szorul. Kérem, uram, legyen szíves. Ez bizalmas ügy. Ha mondani valód van, bökd ki. Le pied, s'il vous plaît. Fogalmad sincs, milyen feszült vagyok. Ki kell őt hoznunk abból a lakásból? Bérelj egy targoncát. Bruna mondta, hogy egész éjjel fent van. Minden áldott éjjel a lemezeit hallgatja. És gyógyszerekkel tömi magát. Isten tudja, mifélékkel. Nincs véletlenül egy öngyújtod? Sara, kérlek. Elnézést. Láttam, amit küldtél. Köszönöm. Elolvastam az ajánlatod. Tessék? Szerintem zseniális ötlet. Lehet, hogy beválna, visszaadhatná az életét. Még jó, hogy beválna, de ezt jó, jó, de nézd, hallgass végig, menjen arrébb. Egy falatot sem eszik, elemészti magát. Csak éjjel-nappal síratja a hangját, a karrierjét és Onassist. Mintha az operái utolsó felvonását élné. Még csak 53 éves. Larry, segítened kell neki. Nem vagyok irgalmas szamaritánus. Nem érdekel, mi lesz szegénnyel? Nem, egy fikarcnyit sem. Jézus Mária! Ezt meg miért kaptam? Mert hazudtál! Ha nem tudsz aludni, hívd fel. Sara? Hajnali 2 óra. Komolyan, 2 óra? Igen. Sajnálom. Melegen ajánlom, hogy sajnálj. Figyelj! Mi az? Honnan szerzi a gyógyszereit? Honnan a ménküből kéne tudnom? Úgy értem, ki adja neki? Az orvos felírja, aztán Bruna elmegy a recepttel a gyógyszertárba. Értem, jól van, jól van. Ne aggódj, beszélek Brunával, amint visszajöttem Hamburgból. Rendben? Rendben. Elnézést. Felébresztettem. Nem vette jó néven. Thank you.
Bonjour. Qu'est-ce que vous prenez? Un espresso, s'il vous plaît. Bon. Voilà, monsieur. Du sucre? Merci. Jó reggelt! Mit keresel itt? Készítettem neked reggelit. Azért Bruna is segített, egy kicsit. Gyerünk, lustaság, Bruna. Két óra van. Gyönyörű napunk van, süt a napocska, énekelnek a madarak. Nem henterekedsz naphosszat az ágyban. Parancsolj! Láss hozzá. Idd meg a kávéd. Így már jobb. A barátaid nagyon aggódnak, érted? Ugye tudod, hogy vannak barátaid? Bíztál már valaha igazán valakiben? Mármint fenntartás nélkül. Mert ha igen, akkor azt akarom, hogy ma bennem bízz. Ne kérdezz semmit, csak bízz bennem. Könyörgök, Mária. Ha kell, térden állva könyörgök. Gondold át, és edd meg a reggelid. Újra látni akarom Maria Callast. Jó napot, Madame Callas. Nézzétek, Callas! Micsoda! Merci. Minden rendben? Jó reggelt! Jó reggelt, uram! Igen, ő marcez. Jó reggelt! Oda megyünk. Szenzáció. Jól látom. Igen, igen, ez csak na az a lényeg, hát, Sarah. Hogy... Ó, Maria! Uram, is keresel te itt! Maria! Gerard! Gerbotté! Ó, roppant gyanús, hogy a lemezkiadóm is itt van. Vous êtes absolument sublime. Ah, vous êtes charmant. Mi van itt? Összeesküvés. Foglalj helyet, Madame Callas. Van egy meglepetésünk. Meglepetés? Madame Callas, vous désirez un café? No, merci. Et vous, madame? Zárd be az ajtót. Ah, oui. Al, indítsd el a filmet. Ez valami vicc? Elnézést, valami gond van. Áll, mi történt a hanggal? Légy szíves, csinálj vele valamit. Betörtél a házamba. Erőnek erejével elraboltál, és ide rángattál, hogy megnézest velem életem legszégyenteljesebb előadását. Hogy tehetted ezt velem? Filmedésben vagy, és ha
Vársz egy kicsit, hallani Maria, fogod, hogy sosem voltál jobb formában. Bolond vagy, ennek Maria. Elment az eszem. Maria! Tévedés történt. Gyere, ülj le! Előről. Megmondtam. Sose voltál jobb formában. Tudod, hogy borzalmas volt a hangom. Mit műveltetek? Miféle trükköt vetettél be? A képek a japán koncerteden készültek, de a hang egy 22 évvel ezelőtti lemezedről való. Annyit tettünk, hogy összeadtuk a hangot a képpel. Egyszerű. De ez becstelenség. Miért? Mert... Nem én énekelek. Mi? Akkor kicsoda? Renata Tebaldi? Nem, Maria. Ez a te arcod, a te hangod. Csak te lehetsz. Nagyon összezavarodtam. Eladom a lelkem a sátánnak. 1977 van. Nincs szükség sátánra. Minden esetre elvileg halhatatlanná tehet. Csak a vámpírok halhatatlanok. Ha valaki itt vámpírnak minősül, az én vagyok. Miért mondod ezt? Újságíró vagyok, emlékszel? Mi mások vérét szívjuk. Azért, mert nem tudunk se énekelni, se táncolni, se festeni. Bármit megadnék, hogy Maria Callas lehessek. Te az vagy, de nem akarsz az lenni. Az éjjel meglátogattak a fantomjaim. Médea, Violetta, Norma. De egy valaki különösen kísért. Ki?
Carmen. Tudod, színpadon soha se énekeltem el. Csak hangstúdióban. Nem játszottam el. És talán... Talán? Nem, jobb, ha nem mondom, ez őrültség. Talán Carmen lehetne a kivétel. Carmen még friss. Nem a múltat rángatnám elő. És lehet, hogy működne. Lehet? Igen, lehet. Maria, nincs több lehet. Nincs több talán. Nekem egy igen kell. Nem. Nem olyan bonyolult szó az I-G-E-N. Igen. Nem nagy ügy, ki tudod mondani, megy az neked. Kérlek. Hát jó. Igen. Biztos? Végül is... Igen. Becsület szavadra? Igen. Akkor ez a leggyönyörűbb igen a világon! Te pedig a leggyönyörűbb nő a világon! Egy olyan operát vinnénk elsőként filmre, amelyet Madame Callas sosem adott elő színpadon. Mellesleg ez az egyik legnépszerűbb opera a világon. A Carmen. Már beszéltem egy kiváló spanyol rendezővel, Esteban Gomezzel, aki örömmel vállalná a felkérést. Callas mennyire gondolja komolyan? Az ő ötlete volt a Carmen. Na persze, ez a nő folyton felrúgja a szerződéseit. Peter, kérlek. Hosszú évekig dolgoztam Maria Callassal, ahogy ezt te is tudod. Ez a nő ízig-vérig művész. Az én tapasztalataim szerint sokkal szavatartóbb, mint a pályatársai többsége. Ezzel együtt szükségünk lenne biztosítékra. Nektek itt vagyok én. Nekem pedig ő. Még sosem szálltam be anyagilag a saját terveimbe. Ezt a produkciót viszont olyan fontosnak és olyan kitűnő befektetési lehetőségnek ítélem meg, hogy én biztosítanám az... Alaptőke 50%-át. Ó, 50%? Igen, lehet. Tehát, itt az alkalom, hogy részt vegyenek a 20. század legnagyobb kulturális eseményeinek egyikében. Maria Callas a filmvásznon, minden idők legnagyobb operacsillaga élete legnagyszerűbb szerepeiben. A filmek révén egy új generáció is megismerhetné az életművét. A Carmen után... Filmre visszük a többi nagy szerepét is, a Traviátát, Normát, Toszkát. És meggyőződésem, hogy a videómagnók piaci térnyerésével nem csupán a lemezeit kapkodják majd el, hanem a videófilmjeit is. És a jogdíjakból, tisztelt uraim, vígan éldegélhetünk öregkorunkban. C'est passé, s'il vous plaît. Köszönöm. Larry bent vár ránk. Ó, már látom is. Maria! Ragyogóan nézel ki. Nem mondtad, hogy a sajtó is itt lesz. Sajnálom, próbáltam elkerülni. Vagy ők távoznak, vagy én. Értsd meg, nem küldhetem el őket. Előbb-utóbb úgyis beszélned kell velük. Ne félj, menni fog. Madame Callasnak nincs mondani valója. Madame Callas, hogy érzi magát? Kitűnően. Madame Callas, miért gondolta meg magát? Mert nő vagyok, és mint tudja, nem szeszélyesek. Madame Callas, igaz, hogy filmet készül forgatni? No, mi áré te lökdösödjenek! Kérem, ne lökdösenek! Quando tornerà a cantare a Scala? Il pubblico milanese sarà più educato. Mekkora gázsira számít? Használja az agyát, kedves, már ha van. Ehete ipograpsi simboleo. De télon, amire szól játszva. Rögtön ti elfajzolt az inget? Nem vagyok elég kövér hozzá. Madame Callas, kapitalékot a nyereségből? Csak nem képzeli, hogy megmondom magának. Még nem állapodtatok meg a részesedésemről, ugye? Örülök, hogy emlékeztettek. Máskor is hívjuk meg a sajtót. Gyerünk! A habanőra elejétől, Antoine. Mindennel meg van elégedve? Igen. Mmh.
Állíts meg! Eugene, tudom kellene, hogy hol vettem lélegzetet. Mi sem egyszerű. Mutassam. Apprivoisi, et si bien on vain qu'on l'appelle celui qu'on vient. Értem, értem, igyekszem kitenni magam. A legelejétől, Antoine. Kérem, vegyél a nyaklencet. Hogyne, hogyne. Köszönöm. Rendben. Kezdhetjük. Köszönöm. Működik! Maravillosa! Maravillosa! Ez sokkal nehezebb, mint gondoltam. Együtt kell énekelnem a szalaggal, nem elég csak tátognom, igazam van? Igen, bár senki sem fogja hallani. Szóval egytől egyig mindennek, a hangszalagoknak, a nyakizmainak, a rekeszizomnak, mindennek énekelnie pontosan kell. Pontosan. Mm-hmm. Ezek szerint, akiket kiválasztunk, Escamillónak és Don Josénak szintén tudniuk kell énekelni, még ha a hangjukat nem is halljuk. Igazam van? Sí, Maria. De először azt kell néznünk, hogy megfelelő a külsejük. Szép színészek kellene. Mikor kezdhetjük el a válogatást? Holnap délben, ha megfelel. Hogyne? Ott leszek. Gyönyörű hangja van. Különleges. És ha a tátogásban is jó. Mit gondolsz, Eugene? Szinkronban tud maradni a lemezzel? Szerintem igen. Akkor jó. Zene és felvétel! Stúdió? Michael vagyok, Larry ott van? Sajnálom, Michael, de még nem érkezett meg. Várj csak! Most jött meg. Ez nekem magas. Van egy kis gond. Lecsapták őket. Akkor felhívom a minisztert. Rendben. Hello. Larry. Ki keres? A festő. Michael. Ez kész őrültek háza. Most jövök Firenzéből. Teljes az űrzavar. Tedd le az óvadékot. Tessék, nem hallak? Tudod mit? Hagyd, úgyis csak egy dobos. Figyelj, nincs kedved ide jönni? Nézd, nem felejtettem el, csak fogalmam sincs, hogy mikor végzek ki. Larry, figyelj, én... Fogj egy taxit, én fizetem. Akkor hamarosan látlak, egy szabadat se hallom. Viszlát, Michael! Nem, ezt nem veszem föl. Ez Maria, rettenet, mi a fene folyik itt? Mindenki rád vár. Mi a fene folyik itt? Nincs a parókám, nincs szüksége parókára, jó lesz így. Komolyan, hogy így fogok próbálni. Annyi jelmezed és csodaszép, vagy csak izgulsz, mert most lesz az első nagy jeleneted. Izgulok, rettegek. Miért? Minden szevillai férfi Carmenért veszkődik. És? Mind őt kívánja. Nézd rám, hogy érjem el ezt az én koromban. Gyönyörű vagy és kortalan.
más szóval vén vagyok, mint az országút, mi? Tessék, szerinted egy fiatal férfi nem vonzódhat egy életemberhez? Larry, a miniszter vár. Ezt állítod? Maria drága, támadt egy zseniális ötletem. Beteszem ebbe a jelenetbe Escamillo. Tessék! Igen, ő a legnagyobb spanyol matador, és Carment akarja. Kiváló ötlet. Erre bizé nem is gondolt. Próbáljuk meg. Gyere, menjünk. Larryt keresem. Mint láthatod, nincs itt. Nem tudod, hol van? Tárgyaláson. Hát persze, hol máshol. Ekkor jön el a végzetes pillanat, amikor Carmen megpillantja a délceg Don Jose-t. Tényleg? Hova dugtátok? Ó, ott van. Mamma mia. Egyenruhában még szívdög lesz több. Az egyetlen férfi Sevillában, aki levegőnek nézi. És Carment ezt tüzeli fel. Igen, a veszély izgatja, mint a Torreadort, aki a bikaviadalon szinte táncol a halállal. María, vamos a hacer un poquito contigo, ¿ok? Venga, vámonos. Entonces, acuérdate, ¿eh? Es muy importante tener los hombros atrás. Atrás, alto el pecho, ¿eh? Y mete el estómago. Haciendo que todo el mundo te mire, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga, ahora guarda esa posición, pero vamos a coger las faldas, ¿ok? Ah, acuérdate, ¿eh? No te agaches. Ahí, venga, y ahora ahí. Vamos, ahí. Eso es, ahí. Con el derecho, ¿eh? Una y dos. Y uno y dos. Vamos allá, esa cabeza. Y dos. Bájame los hombros. Cuidado con los brazos. Esa expresión bonita, como si estuvieras viendo al hombre de tu vida. Conquístatele. Conquístate a tu hombre. Ahí estamos. Fuerza con esas faldas. Vamos ahí. Eso es. Es venir a ir de así. ¡Ven,
nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Még egyszer. Zenét! Nem! Nagyon jó formában van. Sajnos nem tudom, mikor lesz rá módom. Felírtam valahová, de... Szünetet kell tartanunk. Ez a szabály. Nem érdekelnek a szabályok. Mindjárt visszahívom. Nem tűröm el a lustaságot. Aki Maria Callas-nal akar dolgozni, annak éjjel-nappal készen kell állnia a munkára, megértette? Tudja, kit érdekel Maria Callas? Nem lehet úgy dolgozni, hogy stopper órával méricskélek. Megértem, de... Minden mozdulatomnak, minden gesztusomnak helyén kell lennie. Tudom. Ha nem lehetek tökéletes cigány, nem csinálom végig de a már... Szólhattál volna, hogy ez amatőrök üdekezete. Légy szíves, ne mondd ezt! Menj vissza a rémálmaidhoz! Nem teheted ezt, rengeteg ember munkája. Ez nem harmadrangú produkció, te viszont egy hálátlan spiné vagy! A hócipőm tele van veled! Ne kiabálj velem! Hallgass! Jaj, de hiányzott! Úgy hiányzott! Egy jó kis balhé, egy nagy jelenet! Úgy unatkoztam! Hullafáradt vagyok! Dehogy vagyok! Tele vagyok energiával. Roccanjunk ki. Sosem megyünk el. Mit szólnál egy vacsorához, na? Nem is rá? Elhozhatom Michaelt. Michaelt? A barátomat. Á, most már tudod a nevét. Te jó ég, akkor komoly lehet. Alig várja, hogy lásson. Hát még én hogy várom. Adj 5 percet, és mehetünk. Rendben. Vegyél fel valami... Chanelt. Dio mio. Mintha a bohém élet első felvonását látnánk. Ha. Ó, a festményei. Ha. De gyönyörű vörös. Imádom a vöröset. Csodálatos. Ez ön. Tessék? Ezt érzem, ha önt hallom. Olyankor színek, rezgések, hanghullámok szövik át a levegőt. Nagyon jó a fiú, ha? Nagyon jó. Mutatnék valamit, ami nagyon kedves nekem. Ez a kedvencem. Norma. A ragyogó hold. Casta Diva. Varázslatos muzsikájával. Mennyei béke és tisztaság. Tudja, néha látomások árasztanak el. Ön a lelkembe látott. Azt mondod, hogy a rémálmok nem akar Koreába menni, mert ott kutyákat esznek? Rockzenészek, a szentségi teményencek. Jézusom, köpök rájuk, nem fogom izgatni magam miattuk. Van nekem épp elég bajom, a főszereplőnő nagyon ideges. Biztos vagyok benne, hogy a fiúk jó munkát végeztek. Hello. Nagyon kíváncsi. Fog nagyon helyet. Jó reggelt. Isten hozzá reggelt. Jó reggelt. Várom, hogy lássam. Ez még nem a végleges változat, ne várjon túl sokat. Csak az imént fejeztük be. Most fejeztétek be? Igen. Jól van. Mehet. Mehet.
Ez nagyon látványos. Az MGM se csinálta volna jobban. Igazi cigányos hangulata van. Ezért hozattam a romákat spanyolosan. Tudom. Ha. Hol van Carmen? Most érkezik. Látod, ott jön. Szép az a vörös kendő. A vörös a kedvenc színe. Igen. Nagyon szexi. Csodálatos vagy, gyönyörű. Úgy táncol, mint egy igazi spanyol. Lucia mondta, hogy a cigányok tánccal vezetik le a feszültséget. Ha? Carmen nagyon feszült. Pontosan? Igen, mert nem tudja, hogy Don José eljön-e vagy sem. A kártyát faggatja. A kártya sose hazudik. Tökéletes szinkron. Milyen a saját hangja? Nagyon jó. Kinél tanult? Michelangelónál. Hallgass már! Elnézést.
az? Márkó vagyok. Ó, Márkó. Csak köszönetet akartam mondani. Ugyan miért? Ó, de csodásak. Ó, bei fiori. Mio colore preferito. Kérem, üljön le. Köszönöm. Bruna, perché non troviamo un bel vaso per questi bellissimi fiori? Poi non ci sono per nessuno. Va bene, voglio parlare tranquillamente con Marco. Üljön le. Kérdezhetek öntől valamit, Madame Callas? Hogyne? Ön szerint elénekelhetem majd hozzét egyszer a saját hangomon? Mármint opera színpadon? Erre minden esélye megvan. A maga hangja csodálatos tónusú. És ha odafigyel a légzés technikájára, ha emlékszik arra, amit mondtam... Sose felejtem el. Töltse magának, kérem. Ó, én nem igazán iszom. Jót tesz a hangjának, ha néha lazít. Köszönöm. Csincsin. Szétázott, nem tehetek róla. Nem tudom, nem baj. Nem tudom, hogy hova tűnhetett. Mindig elkavarja valahol. Majd megnézzük. A szülei gondolom bánkódtak, hogy elment. Egy borvidéken nőttem fel. Nemzedékek óta a szőlőben dolgoztak. Azt hitték, hogy szőlőt fog taposni? Gondolom. De magának egészen máson kéne taposnia. Ugyan? Maga nagyon vonzó férfi. Biztos tucatnyi összetört szívet hagyott maga után. Nem, nem olyan sokat. De hiszen maga erre született. Ez a sorsa. Meséljen még egy kicsit magáról. Nem felejtett ki valamit? Nem értem, mire gondol. Nincs esetleg valaki, akiről nem beszélt? Segítek. Egy barátnő, mondjuk? De, van. Amikor megismerkedtünk, gyerekek még... Gyerekek voltak, ugye? Nem. Kamaszok. És felteszem, azóta is hűséges hozzá. Hm? Hát... Mert egy napon feleségül akarja venni. Hm? Nos, igen, ez a szándékom. De ez még nagyon messze van. Nem állok készen a házasságra. Sok mindennek kell történnie az életemben. Annyi mindent kell felfedeznem. Olyan keveset éltem. Istenem, nem tudom, mit csinálok, ez a brandy. Én sem vagyok hozzászokva. Dol Bruna! Bruna! Együtt kell dolgoznunk. És akárhogy is nézzük, a munka az egyetlen, ami számít. Hm? De, asszonyom. Hosszú nap áll mögöttünk. Holnap találkozunk. Mm-hmm.
cadre pour ma ville. Mais je suis brûlée et n'ai pas voulu fuir. Tu ne m'aimes donc plus. Tu ne m'aimes donc plus. Jól vagy? Falrengető siker, nem de bár? Lebilincselő volt. A siker rosszabb, mint a bukás. Tessék? Ha túl nagy árat fizetsz érte. Most meg hova akarsz kiukadni? Ez szintiszta Faust, ugye, Sarah? Ismered Faustot? Visszakapta az ifjúságát, ahogy én. A hangom ifjúságát. Ugyan már, Maria? Csak azért ismered Faustot, mert egy opera szereplője, kitalált személy, nem ez valós. Ez átverés volt, Carmen, átverés volt. Ám legyen, az volt. De csak annyira, mint amennyire minden előadás. Amikor fénykorodban a nagy szerepeidet játszottad, nem festett díszletek előtt álltál a színpadon? Igen, de... Dehogy nem. Amikor Médeát játszottad, és elhatároztad, hogy megölöd a gyermekeidet. Nem egy pálcával hadonászó férfit bámultál, aki egy zenekart vezényelt az orrod előtt? Mi ebben a valódi? Semmi. Mint hamis. De te mégis igazzá tetted, Mária, akárcsak most a Carment. Nem. Mit számít, hogy a hang fiatalabb, ha egyszer beválik? És be is vált. Kaptál egy második esélyt, amit ki kell használnod, és bolond vagy, ha nem teszed meg. Verd ki a fejedből ezt a butaságot, ne kelljen aggódnom miattad, amikor elmegyek. Elmész. Igen, New Yorkba küldenek. 6 hónapig onnan írom a cikkeimet. Szerdán indulok. Hát akkor ég veled. Hiányozni fogsz. Hiányozni fogsz. Ó, te! Nagyon fogsz hiányozni. Ó, Maria! És igazad van, tudom. És nem kell többé aggódnod miattam. Mert újra, hogy is szokták mondani, sávon vagyok. Sinen. Hát, az mindegy. Ez meg mi? Klaviáta. Azt én is tudom. A következő filmünk. Thank you.
Úgy volt, hogy tegnap megcsinál. Szóval mi a véleményed? Te magad mondtad. Akkor szabad is rá Rokkót, mindenképp alá kell írnia. Rokkó a te embered, hívd fel. Jól van, beszélek vele. Szia. Nem sokára jövök. Nagyon csinos vagy. Szóval, miért itt találkozunk? Itt nincs telefon. Se kotnyeles asszisztensek. Rosszat sejtek. Minek viszi kocsikázni? Halljam. Mi a gond? Nem vállalom a Traviátát. Meggondoltad magad? Egy éjszaka alatt? Sose ígértem meg. Meg tudod magyarázni? Van konkrét oka? Hallgass végig. Te profi vagy, meg fogsz érteni. Mindent elmondtam Violettáról, amit el kellett mondanom. Jó, de... Ugyanaz igaz Normára, Luciára és Médeára. Carmenre nem. Carmen más eset volt. De a többit felejtsd el. Hagyjuk most itt abba. És mit akarsz kezdeni az életeddel? Ott fogsz rohadni abban a büdös lakásban? Ha épp úgy döntök, az én életem. És már döntöttél is. Hát jó, köszönöm. Ferruccio, álljon meg! Álljon meg, itt kiszállok! Hova akarsz menni? Nem pazarlom az időmet élő halottakra. De a forgalom közepén vagyunk. Inkább üssenek el, mint hogy itt maradjak. Larry, várj! Larry! Taxi! Larry! Taxi! Talán esetleg ott a Toszka. A Toszka? Még soha életemben nem piknikeztem. Nem hittem, hogy ilyen kellemes. Jó elnézni az embereket. Térj a lényegre. Ezt hogy érted? Nem azért hoztál ide, hogy romantikázzunk. Maria Callas nem szervez pikniket a Bois de Boulogne közepére kosárkával és szendvicsekkel hátsó szándék nélkül. Szóval bökd ki, mit akarsz? Megcsináljuk a Toszkát, vagy temethetem? Larry, olyan sok gondom van a Toszkával. Rengetegszer énekeltem, és talán... Szép volt, ameddig tartott. 2 perc alatt lekerült a műsorról. Ez még nálad is rekordnak számít. Jaj, ne veszem kárba a finom szendvics. Szóval erre ment ki a játék, Maria. Közlöd, hogy a Traviata nem megy, de a Toszkát meg tudod csinálni, majd mit ad Isten, azt is visszavonod. Meg tudnálak ölni. Nyugodj meg, és ülj le, kérlek szépen. Igazság szerint komolyan gondolkodom azon, hogy megint eléneklem a Toszkát. Elénekled? Miért? Még csak 53 éves vagyok. Vannak, akik 80 évesen is koncerteket adnak. A Carmen óriási élmény volt számomra. Újra megízleltem az alkotás izgalmát. Újjászülettem. Újra felfedeztem a lelkem. Hosszú évekkel ezelőtt lemondtam róla. És mit kaptam cserébe? Elvesztegettem sok-sok szép évet. Maria, de nem... talán még nem késő. A Toszkát talán még most is el tudom játszani. De ezúttal, a trükkjeid nélkül, ismét Callassá kell lennem, de azzá, aki ma vagyok. Megértelek, de... Természetesen dolgoznom kell a hangomon. Sokat-sokat gyakorolnom. Mondd, mi lenne, ha tartanék egy alkotói műhelyt? Olyan sokat változtam, amióta Toszkát játszottam, és majd meglátjuk, van-e hozzá hangom. Meg akarom próbálni. Szerinted bolond vagyok? Nem. Nem vagy bolond. Csak nem egészen így képzeltem. De Maria, fel kell készülnöd, hogy az emberek
Van időnk. Most én kérlek, hogy bízz bennem. Jól van. Rendben. Nem, csak egy kis csoport lenne. Csupa dia. Csak ötleteket akar meríteni. Már vagy 100-szor alakította a Toszkát, szeretne valami újat találni benne. Nem, nekünk egy fillérbe sem kerül. Máskor is csináltunk már ilyet, ez is csak egy próba. Amint megvan, amit keres, nekilátunk. Jól van. Viszlát az értekezleten. Igen, viszlát. Megjöttem. Ölni tudnék egy viszkiért. Ott van az ágy mellett. A jég már valószínűleg elolvadt. Bocs, hogy ennyit késtem. Egész nap győzködtem ezeket a filisztereket, hogy a művészet jó befektetés, és sikerrel jártam. De finom. Mit csinálsz? Csomagolok. Miért? Mert Tel Avivban lesz kiállítás. Most van? Számtalanszor mondtam. Igen, de... A fenébe. Csak a hallóknak nincs füle másokra. És mikor jössz vissza? Nem tudom. Amsterdamban és Cape Townban is lesz kiállítás. Itt meg ott. Jó, na de... Én... Mike... Még viszont látlak, ugye? Ki tudja. Hey! Elbaltáztam. Onassis nőről veszi Jackit. Ne feledjétek, hogy a második felvonás végén Toszka megöl egy másik embert. Mi viszi erre a tetre? Valahányszor Toszkát játszottam, a színpadon gondolatban egy másik ember bőrét öltöttem magamra. Valakiét, akit épp akkor gyűlöltem. Thank you.
Muori, dannato! Muori! 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 È morto. E avanti a lui tremava tutta Roma. De még mindig az ő rabja. Ha alszik, róla álmodik. Ha ébren van, érzi az érintését. Hogyan törheti meg az átkot? Megszabadíthatja. Csak Isten ítélkezett felettünk. Azt akarja mondani, hogy Callas csak akkor játssza el Toszkát, ha élőben énekelheti. Pontosan. Használhatatlan a hangja. Ez a szomorú igazság. De a hang nem lényeges. Csak a színészi játék számít. A Toszkát a mai Mariával kell filmre vinnünk, a mostani ének hangjával. A hang igenis lényeges. Az a hang csoda volt. A közönség azt a csodát akarja hallani. Gerard. Larry, ez opera. Az opera hang, az opera zene. Olyan sokfajta zene létezik. Van zene, amely a fejünkben szól, és van zene, amely a szívünkben él. Egy megfoghatatlan zene. Süketek vagytok. Őszintén szólva, csodálkozom, hogy Maria egyáltalán igent mondott az első filmre. De nézzük a jó oldalát. A Carmen már dobozban van. És úgy veszik majd a lemezeit, mint a cukrot. Larry, a kabát. Köszi. Maria, nem számít, hogy ők nem értették meg. Van még más... Vannak más forrásaim, szerzek más támogatókat. Majd máshol forgatjuk le. Meg kell csinálnunk. Igazuk van. Tetszik vagy sem, neked is el kell ismerned, hogy sajnos igazuk van. Nem érdekes, mennyit fejlesztem a tudásom, mert... Tény is való, hogy már nincs hangom. Hát, de számít ez valamit? Nem. De igen, mert egyszer régen volt hangom. Nem is akármilyen. De vannak más értékeid. Larry. Ne, hallgass végig, neked, nekünk... Azt hiszem... Szembe kell néznünk a ténnyel, hogy megöregedtünk. Mindketten. Sok pénzt vesztettél? Ó, az nem érdekes. A Carmenből visszajön egy része. Mi az? Hallja, mit akartál mondani? Mondd ki. Nem lehet. Gyerünk, hallgatlak. Nincs hozzá jogom. Maria, légy velem őszinte, mondd el! Semmisítsd meg a Carment. A Carment?
Azt nem te... Nincs hozzá jogod. A Carmen gyönyörű. Tudom. A Carmen életed egyik legjobb munkája. Egy műremek, egy... aminek 100 év múlva is csodálattal adóznak. Azt mondják majd... Lám! Cette bague trop fouille, tu me l'avais donnée. Tiens. Eh bien, donnez. Là, ő volt Carmen. De ez nem igaz. Hamisítvány. Elismerem, káprázatos hamisítvány, de attól még hamis. És lehet, hogy egy néző sem veszi majd észre. De én tudom. Értem én, hogy a technika elképesztő illúziókra képes. De amit én adtam, az sohasem volt illúzió. Ha más nem, legalább őszinte volt. Még azon a szörnyű estén, amikor legszívesebben befogtad volna a füled és a szemed, akkor is őszinte volt. És most a pályám végén ismerjem el ország világ előtt, hogy Maria Callas egy szélhámos. Olyan örökséget hagyjak magam után, amely ellentéte mindannak, amit képviseltem. Már tudom, miért utálom a tisztességet. Jó annak, akiben lakik. De a körülötte élőknek pokol, bár kétségtelenül csodálatra méltó. Tudod, hogy a Carmen fele az enyém? Ám legyen teszek róla, hogy soha nem utassák be. Még valamit? A vesémet? A májamat? Köszönöm. Persze. Kikísérnél az autómhoz? Michael küldte. Bizony. Nem sétálunk. Sétálni akarok. Isten felel az imáinkra. Igen. Tényleg? Szemben az általános vélekedéssel. A gond csak az, hogy butaságokat kérünk. Gyűlöltem Maria Kalogeropulut, inkább Maria Callas akartam lenni. És egy ideig az is voltam. Talán csak azt kellett volna kérnem, hogy nő lehessek. Neked pedig, barátom, talán ahelyett, hogy művészek, előadások, kontinensek és alkalmi kalandok között lavírozol, csak azt kellett volna kérned, hogy férfi lehess. De akkor hogy lettünk volna boldogok? Hétköznapi emberekként, akikben nincs semmi különleges. Csak hogy mi mindent odaadtunk, és viszonzásul egy ideig
Mindent megkaptunk. Mindent. Szinte. Ilyen az élet. Mi a nyavaját művelsz? Ne haragudj. Töröld meg a szemed. Ne haragudj. Régen sokkal jobban öltöztél. Erre a drága kabátra célzol? Ez egy egész vagyonba került. Most mihez fogsz kezdeni? Csődbe vittelek? Túlélem. Még megvannak a rémálmok. Mondhatni. Talán ráveszem, a Bolsolyba lettet, hogy találj el a Spartakuszt a római Kolosseumban. Tudom is én. Talán ott hagyom az egészet. Talán elmegyek Tel Avivba, vagy Cape Townba egy kiállításra. Nem tudom, talán hazamegyek és olvasok. Engem illet. Égsírok egy kicsit. Gyönyörű napon. Te mihez kezdesz? Ne kérdezz olyat, ami nincs válasz. Maria Callas, eredeti nevén Kalogeropulu, 1977. szeptember 16-án hunyt el. Magyar hangok. Kismari, Végvári Tamás, Pásztor Erzsi, Dányi Krisztián, Vicián Ottó, Dolmány Attila, Gruber Hugo, Várnagy Kati, Bardóczi Attila, Szalai Imre. Magyar szöveg Csalló Kinga. Hangmérnök Polica Imre. Vágó Zöld Zsófia. Gyártásvezető Kerényi Kata. Szinkronrendező Tolnai Zoltán. A szinkront az HBO készítette. Produkciós vezető Vég Ödön. Oh!
A filmben ábrázolt események a szerző képzeletének születtei, amelyekhez Maria Callassal való hosszú barátsága szolgált alapul.